Books Note R3 Series. Hihetetlen rugalmasság egy elegáns, papírvékony jegyzetelő tabletben. Ha szeretsz olvasni, vagy sokat fogyasztasz tartalmat, biztos gondolkodtál már, hogy mi lenne a legkényelmesebb és a legkiméletesebb mód? Nos, mit szólnál, ha a szemfáradtságmentes élményt el lehetne érni? Ezt adja a Note R3, a rugalmas Android operációs rendszerrel, közel papírhoz hasonló kijelzővel és rengeteg jegyzetelési és olvasási lehetőséggel egy király kis eszköz a kreativitásod és a munkád támogatására. Unboxingoljunk és beszéljük át a főbb paramétereket. Masszív alumíniumtok, kényelmes és széles markolat, vékony üvegpanel, papírhoz hasonló írási érzet, új lenyomat érzékelő, nagyon tartós az akkumulátora, állítható a fényerő és egy microSD kártyaszlot is van benne. A Note R3 akár helyettesítheti a papírjegyzet füzetedet, de persze, mint egy digitális eszköz, elég sok hasznos funkciót tartalmaz. Itt van például egy Link Magic funkció. Mindent mindennel is összekapcsolhatsz jegyzettel, vagy fájllal, vagy egy weboldallal, és így átlátod a jegyzeteidet és a hivatkozásaidat is. És ha ez nem lenne elég, akkor a kézírásodat is szerkeszthető szöveggé tudod alakítani, és természetesen kereshetsz is a jegyzeteidben. Örülök, hogy tesztelhettem ezt az eszközt, mert extra motivációt adott az olvasáshoz, néha nem tolom olyan jól, és tényleg szinte olyan, mint egy igazi könyv, de azt tuti, hogy sokkal jobb, mint mondjuk egy iPad-en vagy egy sima tableten olvasni. De nem csak könyvet olvashatsz, hiszen rengeteg formátumot támogat, és jegyzetelésre is. Teljesen patika. Amit még külön kiemelnék, hogy használhatsz osztott képernyős módot is, ha több dokumentummal dolgozol, vagy weboldal és dokumentum. Ha tetszik a gép, mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. Kész? Mert ha ezzel megvagy, akkor még egy nagy döntés előtt állsz, ugyanis kettő kijelző opció közül is választhatsz. Színes kijelző vagy monokróm. Az előbbi egy úgynevezett Kaleido 3 színes e-papír kijelző és mind fekete-fehér és színes tartalom fogyasztására is alkalmas. A monokróm kijelző lesz a befutó akkor, hogyha a legjobb olvasási élményt szeretnéd elérni, és talán még fókuszáltabban tudsz így működni, hiszen minden fekete-fehér. A Note R3 monokróm papírszerű kijelzőjével könnyen bele tudsz kerülni abba a flow állapotba, amit ha már követsz egy ideje, tudod, hogy nagy produktivitás hackem közé tartom ezt. A HD kijelző 227 ppi felbontás, éles kép, kiváló kontraszt. A legjobb, amit tehetsz, hogy kipróbálod és olvasol egy jó kis könyvet, kijegyzeteled a számodra izgalmas gondolatokat. És hogy mi legyen az első könyved? Hát itt muszáj egy kis önreklám helyét beraknom, ugyanis néhány éve egy bakancslistás álmom teljesült, amikor a HVG kiadta a könyvemet. Válj valóra a címe, és tele van produktivitás és lifehack-ekkel, kommunikáció, énmárka és sok minden más témában. Egy olyan válogatást képzelj el, amit rengeteg év tanulásából és jegyzeteléséből alakítottam, konkrétan több mint 800 oldalból 10 plusz év alatt. Az élet minden területére van néhány jó sztori, gondolat, és minden fejezet végén pedig ott vannak a további olvasmányok és anyagok, amit ajánlok. Ha érdekel a könyv, akkor link a leírásban, plusz, ha szeretnél nyerni egy digitális verziót, amit az R3-on akár olvashatnál is, akkor annyi a dolgot, hogy írd meg a komment szekcióba, hogy miért lenne számodra hasznos a könyvem. Beszéljünk még a kiegészítőkről. Vehetsz mágneses tokot, amely tartóként is szolgál, az olvasáshoz így le tudod rakni, plusz választhatsz a két verzióból mágneses toll közül a plusz és pro verziókat. A különbség, hogy a próban van egy beépített radír is. Ahogy a Books mondja, légy fókuszált, légy inspirált. De most te jössz. El tudod képzelni magad egy ilyen eszközt használva? És szeretnéd megnyerni a könyvem? Csupán dobj egy kommentet. De ha már fókuszálás, úgy gondolom, hogy idén végre szinte tökélyre tudtam csiszolni a home office-omat, amit itt is látsz. Azoktól a little big részletektől kezdve a teljes szobámon át minden azt szolgálja, hogy abban a bizonyos kreatív és produktív flow állapotban legyek. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen menő eszközöket, kütyüket építettem be, és hogyan használom őket, akkor csekkold a home office tour videómat. És persze lájkold ezt a videót, hogyha tetszett, ne felejts el feliratkozni a kis csengővel együtt, mert még rengeteg tartalmam jön, mind videózás témájában, okos otthon témájában. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, találkozzunk a következőben, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia,
Sziasztok!